Smart Sound. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! 27. szolnoki makettkiállítás és verseny. Barátommal Csabival fogunk itt körbesétálni most, kicsit szétnézni a makettek között. Gyertek, nézzük, mi a felhozatal itt Szolnokon. Nézzük. Sanyi, ha figyelj, Sanyi már megy. Kezdjük az elején. Kezdjük az elején. Elég jó felhozat a második világháború. Második világháború is? Igen, építettem. Van egy 109-esem, egy Ella, illetve van egy D-20-as Devontine-om, ami félkész állapotban van. Második világháborús gépekből van. Hát van. Meg elmondtam még ezt a henkert. Ez is elég jól néz ki. Szép ez a téli álca, visszakopva. Ja, kicsit visszakopva, igen. Igen. Elég jól néz. A németek előtették nagyon ezt a hidroplános megoldást, hogy így figyelgettem, hogy náluk elég sűrűn előfordult. De itt elég szépen megcsinálta. Igen, szép. Amit Bubujék itt kritizáltak tegnap, azt nem is látom, ott van még. Majd akkor arra megyünk, akkor azt megmutatom. Igen. Hát itt méretarányokban, vagy főleg a 48-as méretarány, ami én mondjuk 72-be építek mindent, ami... Én is inkább a 72-t preferálom. Azt a 21-est ajánlanám megnézni, hogy a gyönyörű lett. A makett nincs. Leragasztva. Gyönyörű lett. Igen. Az precíz munka. SMT változat, ez például a magyaroknak egyáltalán nem volt. Náluk ugye a BIS volt a legutolsó verzió, amit hatrendbe állítottak. Még ő is. Gyönyörű szép a has. Első világháborús. Igen. Na itt az én méretarányom. Meg ez valami a 52 van Szolnokon is, nem? Persze, itt Szolnok van is, a múzeumban is, illetve idén valószínűleg repülni is fogok egyel. Hát akkor én ezt nézném külön, ez egy Matif kategóriás gép. Igen. Amerikai lajstrom, és ez egy német Focke-Wulf 190-es. Igen. Ez a Matif kategóri nekem külön tetszik. Ez. Érdekes. Igen. Érdekes. Tegnap ezt a henkelt beszéltünk Bubujékkal. És Janó mit mondott a színre? Hát Janó nem látta, csak Bubu. Nem? Azt mondják, hogy az alatta lévő foltozásra ráment ez a magyar, de hát nem teljesen jónak ítélték. Igen, és az éjket is szerintem festették ezen, ez nem matica. Igen. Viszont ilyen mód derékunk. Igen, meg újra lett karcolva, az látszik rajta. Igen. Hát a színben meg én se értek annyira hozzá, én nem merem azt mondani, nekem, hogy nem. Hát így első ránézésre mondjuk tetszik, összhangjaiban igen. Jó, hát szép a színe. Most az, hogy színhelyes vagy nem, az már egy másik kérdés, azt majd a szakemberek eltöntik. Majd a szakemberek. Nekem szemre kicsit sötét. Igen, de hát eleve ha megnézed a trendet, minden gépnél ez a koszolás meg sötétítés, tehát az a lényeg, a gépeket egy idő után, igen. Mert egy makettben az a lényeg, hogy minél világosabb legyen a szín, minél kisebb méretarányban. Igen. Nem? És akkor nem kéne egyre sötétebb színeket, hát mindegy. Mostanában ez a trend. Igen, tehát hiába zárja egy fényes lakkal, az nem hozza is ezt a dónusra. Hát szépek, szép 27-es. Szépen. Na, a sztervben van nekem is egy ilyen 27-es. Hát ugye az a szinte 23-as törzse, az orrész, ami különböző 23-as törzse. Egy ilyen szuholy orr van rajta kb. Igen, ahhoz hasonlít, igen. Na, ő nagyon szép, ővel a szemeztem, gyönyörűen megcsinálta ezt a visszakopást. Ez jól néz ki a fémre visszakopott. És egy japán gépnél meg ezt tök jól meg lehet csinálni. Igen, csak megint a kontraszt, hogy ugye szépen vissza van koptatva minden, tehát ez egy nagyon kopott gép, igen. Ellenben csili-vili a teteje. A teteje, tehát hogy azon is apró kalcokat, hogy a használatból eredendő igen. Kis... Hát, meg a propeller, igen.
Tehát, hogy de egyébként gyönyörű, csak annyi, hogy nem minden részete kopott, valami, mintha új lenne, valami, mintha kopott lenne. De nagyon szép. Istenem. Az a Mikán, az mindenki nagyon tetszik, az is egy ilyen téli álca. De valahogy így szokott lenni, hogy amik nyernek, azok vannak előrébb, nem? Azt nem tudom. Szokták berakni. Hát is látok nagyobb képeket, hogy egy teljes diorámát, egy tornádóval. Szép, szép. Te Roli, el tudtál fel egy sorrendet magad? Hát így, igen. Nem, nekem azt a ratát néztem, hogy milyen az orosz zöld rajta, de szerintem egész jó. Igen. Janó biztos kritizálná. Neki a színe. Igen, meg az alsót nem látom. De úgy látom, hogy szürke az alja, és nem kék. Vagy szürk és kék. Igen. Hát inkább szürke, igen. Meg azt jelennél a gépnél úgy volt, mintha Peti valami ilyesmit megépített volna, és volt egy olyan változata, hogy a légcsavar is össze volt kentve ilyen foltosra. Van a légcsavar is kapott. Nem, ugyanez ez a mintával, ez a zöldes mintával ugyanígy össze volt barmolva a propeller is, igen. SR71, ezen sokat nem tudnak hozolni, mert mat fekete. Sajnos már. Az F16-os még gyönyörű szép. Szerintem egész jók a színek is. Kicsit még talán a hajtómű, amit lehetett volna kicsit még koszolni, mert itt is ugye a kontraszt, hogy a gépuskánál, ha nézitek ott a lövés, nem ott látszik kicsit, hogy koszosabb, viszont a hajtómű ilyen steril a környezet. Igen. Egy barátom az Alex, akinál voltam kint egyszer, az nagy F16 fan. Igen? Majd decemberben lesz itt kiállítása a reptárba, akkor majd jövünk le forgatni. Na, az jó lesz, akkor találni. Igen, igen. Hát itt is látunk 72-es pokebullfok. Egy kis polgár lepülő. Zlin. Zlin, igen. Most majd lesznek, most kap majd a szolnoki bázis Zlin kiképző gépeket. Igen? A Jak 52-esek lesznek majd lecserélve. Nem tudom, hogy majd egyszerre fog repülni a két típus. És csak hallomásból tudok ennyit. Aha. Itt egy Albatrosz, ugyanez a típus volt nekünk is, egy kivonásig. Szép. Nekem még a pokettes a másik kedvenc. Pokettes, igen. Hát annak olyan jó méretarányban van, és azért ez elég jól meg van csinálva. Ebben a méretarányban ilyen precízen, igen, nagyon szép. Szép a festése, húzalozás. Teljesen rendben van. Minden, amit akarsz rajta. Ez egy egységes, jól mutat. Jó a szemnek, kellemes a szemnek. Nincs nagyon koszolva, és ez így szerintem így. Igen, de még hozzá, hogy nem teljesen fém a gép, és igen, tudom. Azért ugye megint más a koszolása. Én Fokker DR1-es csinálva a vörös bárut, ugye ott se lehetett csak ott koszolni. Pont tudom, én a pokettessel akarok majd repülni a budaörsi reptére. Arra is egy jó videót majd. Igen. Már fűzöm az egyik srácot, hogy intézze el nekem. Én a Gyulával fogok, vagy a 52-vel, Vári Gyulával. Hát az is jó lesz, az igen. Jó lesz, az, igen. Hát igen, nagy Tomcat. Meg egy Phantom pilótával ígértek be még egy repülés színűnapot. Tényleg? Az is egy Jak 52-vel. Azon a bulin majd részt szeretnék venni akkor. Jó. Az jó hangzik, igen. Itt is nagyon szép, nem van csinálva kopása. Igen. A gyönyörű. Hát az amerikai gépeket igazából én annyira nem tudom. Itt egy szép mirás, és nagyon sikerült. Ez olyan szép, ez is olyan kellemes a szemnek, ez a színes szállítás. Itt is egy kis polgári gép. Hát igen, a Typhoon is. És egyre jól meg van csinálva. A belső tér is szépen kidolgozott. Ja. Itt a kép 24-es, Csőrike, illetve a másik. Igen. Egyedi festési 24-es. Csőrikét hamarosan lettárgom majd. Hát helyen megnézhetik a nézők is. Igen, át fogják mindenkit vinni, most tatarozáson van jelenleg. Igen, a Mi 8-as már átkerült, azt mondták. Már átkerült Budapestre, még majd a szabokat viszik át, a Starfightereket, még azok még ezután kerülnek sorra. Szépen. Egy japán csak csinálta meg ezt a csőrikét? Nagyon precízen? Nem, kínai. Kínai? Ismerem.
Igen? Szokott bejárni hozzá, ritkán, de nagyon, nagyon szépen is látok. Ez itt élsz? Igen. Itt is egy kis maratással gondolom, a képuska hevedelben úgy csinálva, többek szép. Nekem kis Predator a kedvencem. Az is nagyon. A 72-ben raktam össze Italerit. Hú, de milyen pici lehet, de 48-ban se nagyon nagy. 48-ban se nagy, de nekem tetszik a formája. Uh-huh. Meg ez a pilóta, ennek van a jövője a pilóta nélküli gépeknek. Igen. Hát, mondjuk az elején a 72-ben ezt a kis rudat, ami a műanyagból volt, a totál az lehetetlen volt úgy kivágni, hogy ne lehessen, ne törjön el. Akkor itt egy MiG-12-es, ez az a típus, amit a magyar honvédség sose rendszeresített, ez a C-s verzió, ugye nekünk a PM verzió volt. Tehát most a Trumpeter, amit kifogadni 72-ben, az remélem PM lesz. Ja. Az azt hiszem már az ifjúsági kategória. Igen, igen, igen. Itt is látunk szép munkákat, és PF 109-es az egész jó. Szépen. Hát akkor itt jön egy kis csillagokháborúja. Star Wars. Ez neked a szakterület. Az én kedvencem, ezt megnézegettük tegnap. Hát gyerekbe teljesen jó, teljesen. Van hova, nagyon szép. Tehát van hova fejlődni, de nem rosszabb. Mi is így kezdtük annunk, sőt. Hát én most is itt nem mondom, hogy én profi vagyok, mert én nincs annyi türelmem. Ötletes kis. Az melyik bolygón zuhanhatott le szerinted? A Jakun. Az a Jakun? Igen. Az, ami... Úgy akartam, hogy ne csalj és mondd meg a képről. Jó. Egy nagyon jó kis vicces kis. Igen. Kis Big Head kategória. Ötletes. Itt jönnek. Ez a lépegető. A lépegető az nagyon komoly. Ezek a bandai készletei külön erre vannak rá, vagy erre a csillagháborúja témára? Igen. De úgy látom, hogy ezek a... Igen, ez a kettő is kis bandájos. Hát ilyet akartam lenni, de hát nem hoztam. Ez az automa kettes. Neked ez már megmacsak nagyobb, nem? Nincs. Nincs meg még? Nincs. Egy a 16 000-hez, igen. Nem tudom, hogy itt valamit elbasztak, mert az egyik az 1-4 000-es, ez meg egy, de inkább ez az 1-16 000-es lesz. Uh-huh. Mert a levelnek egy kicsit nagyobb, és az 1-12 000-es. Hát valóban a level az, ahogy mondta Janó is, a level az méretarányozik össze. Ott a doboz méretéhez igazítják a méretarány. Mindegyik 10 centis legyen, ott befélyen a dobozba. Könnyen a méretarány is úgy változik. Szép X-szárnyú. Hát az egy domok. Jól néz ki, igen. Itt meg egy vannak. Az meg valami képzett szülemény. Az egy szovjet tankok a teteje, vagy nem is tudom. Pak. Egy pakkál gúl, valami robotba. De látod, ez ilyet rendesen le lehet rohasztani. Igen, így van, nincs referencia, ezáltal bármi lehet. Félkészmunkák. Mondjuk a 14-es, ez nagyon kemény. Ők tudnám megnézni, mert mutatni. 1-144 a méretarány, és a radar is benne van, a radar, illetve úgy tudtam megcsinálni, mert a géppuskának is a géppuska fészket, meg az minden. Az meg is van neki, és azt mindent ő csinál magának bele. Igen, tehát ő magának gyártja. Egy őrült, azt kell mondani, őrült. Ugye van, akinek van türelme, a kézügyesség, igen. Azok a kis utorlázók. Kahetesen már volt szerencség repülni. Aha. Egy két személyes kahetesen. Még majd idén is elméletén megyünk is. Vitorlázom, meg lehet még az iskolát is elkezdem, hogyha... Most van pont. Tudom, arra már lecsúsztam. Majd a következő. Na, itt fahajó. Ez sem is múlva. Neked vannak ilyen négy? Hajó? Nem. Corbin Dallasnak a... Igen, én egy a 35-ös Italerit, ilyen torpedóhajót raktam össze. Valahogy nem vonzott ez a téma soha. Inkább hát igen, a repülő skifi. Eljöttünk Corbin Dallas részére, hogy legyen mindenki is majd lezsűriznie így, így távlatból. Aztán ő tavaly is így volt. Sokat láttam olyat, ami már tavaly is ki volt állított. Hát harci járművek 35-ben
talán ezt tudnám mutatni, amin nagyon tetszik a... Szép a festés. Nekem nagyon tetszik, ez a digitál kamu, ez nekem nagyon-nagyon bejön. Ellenben nagyon nehéz festeni őket. Hát ebben a méretarányban még azért nem annyira. Ja, igen, igen. De most gondol meg egy 1.36-os figurát között festeni. Igen. Vagy egy 72-es kis repülő, mert igazából igen. Ott is ha arányében lekicsinyíted, a kockákat ők nagyon kicsit. Itt is katonai egy járvány. Ez itt nagy csomó magyaróvári makettról volt. Szépen. Magyar vonatkozású. Szépen. Jól sikerültek. Akkor mutasd meg a készítőt is. Magyar vonatkozású. Mind a kettőt? Igen. Nem, most az 56-os verzió. Tehát ez a matrica készítette is minden úgy van, hogy az 56-os verzió. Aha. Igen, azt csinálja. Igen. Szép. Igen. A téma is nagyon jó, meg a makett is nagyon. Igen. Reméljük a zsűri is értékelte. Nem, ez kiállítás. Ja, csak kiállítás? Csak kiállítás. Csak kiállítás. Nem versenyszerű. Aha. Magammal gyártam ezeket a dolgokat. De erről szól mondjuk egy része a makettezésnek. Nem az ember kikapcsolja otthon, szórakoztassa. Igen, nagyon elszaladta fel a dolog, hogy minden tűnik, megmutatnak minden tűnik. Én azt szeretem, ha van egy egységet. Az ránézés az jó, csak így elsőre. Én elismerem, hogy rengeteg munkájuk van benne, mert tényleg csodálatos, hogy motorteret megcsinálnak, de ez így szép, ahogy így egyben van. Ha már kinyitogatom, megbontogatom, az már nem egység. Aha. Úgyhogy én azért inkább készálltam ebbe a dologot, magamat csak ilyen csinálom, létrénybe úgy van. Szép dísz a lakásban. Ez a lényeg. Meg kell hozni, megmutatni az emberek. Azért azonban minél látják, kevesebb néha többen azt a mellett. Igen. És akkor itt mögöttünk már az oklevele kikészítve. A szép érmekkel. Csabika, látod a tiédet? Nem keresem meg direkt. Legyen meg. Majd oda megyünk a munkájához, azt is lezsűrizzük. Itt egy korbendálasznak való. Egy a százas, igen. Gyönyörű. Ez egy saját építés. Nem olyan rég fejezte be, egy-két éve még igen, a teteje nem volt lefestve. Tavaly még volt, mint igen. Igen. Ez a hajó. Igen, de hát nekem egy ilyen, ez nem lehet. Hát ez mások. Ez mások. Relatíven, mert hogyha azt mondod, hogy épített 2-3 évig, akkor igazából nem kell olyan eszeveszett tempóba építeni. Jó, de mindig egy picit csinálsz. De gondolj meg azt, hogy azért belefáradt egy idő után. Nincs sikerélmény. Igen. Igen. Azért mire gyufálom. Rakod össze 3 métig a tornyok. És mi nincs lepest. Igen. Utána festem. Na, nekem az sok. Óriás kategória. Lerohasztott kamion. Lerohasztott kamionok, így van. Őt személyesen tudjuk, hogy kihajtotta. Igen. Nem egyezik meg a készítő azzal, aki valójában ezt a kamiont csinálta. Vagy hajtotta. Hajtott. Igen. Jó a humberok, ami a ponyvája. Gyönyörű szép. Nem tudom, hogy ez valódi ponyva darabból lett esetleg kivágva és úgy megcsinálva, vagy ez az más? Nem tudom, mert ott vannak a raklapok is. Igen, az is meg nem csinálva. Belül. Itt mellett amerikai. Igen. Hát ez a stílus, ez nekem ez a hotros stílus, meg ez az életérzés nekem külön nagyon tetszik, én nagyon szeretem. Az amerikai autókat is. Szépak az amerikai autók. Volt szerencsém F-150-est hajtan elég sokáig. Aha. Nagyon egy luxus, gyönyörű autó, nagyon jó autó. Nekem mondjuk ez a forma világ az autókban. Igen, egy kicsit retro sportautó. Igazából. Szép. Ott is egyet három éves. Egy öreg Charger. Meg ezt tetszett nekem. Ez olyanra megcsinálva, mintha képregényben lenne. Tipikus képregényben. Igen. Tokyo Drift. Hát az egy érdekes ember. Igen. És kamion, traktor, löveg. Ez már ott. Én nevezettem a kicsike, szegény, csoda, hogy nem tettek rá egy nagyobb. Na nézzük, na, közelről. Szakérz meg, Roli. Szakértő szem. Hát szerintem. NATO színek, nem? Igen. Igen. Igen, mindenképpen a német igen. Katonai. Igen, nem túl koszolva, pont optimálisan ebben a méretarányban. Igen, 72-es, azt tegyük hozzá. Igen.
nem is nagyon van. Á, próbáltam itt a rozsdát imitálni rajta, itt ott egy kicsit, de nem akartam nagyon koszorút. Aha. Nagyon koszorút. Nem, ez tökéletes. Mert nem is kell ebben a méretarányban, nem tudtunk megjeleníteni valamit. Hát egyedül talán a gázolaj megfolyást, így ott van a töltősapka a jobb oldal, és ott annyit tettem rá a pluszba, hogy a gázolaj. Meg látom, hogy még a plató is egy kicsit úgy. Az csak minimális, tényleg a használatból eredendő, az a pakolnaklás, a többi, annyit akartam csak, nem akarom. Mert ugye nem is egy öreg típusról van szó, aminek lenne ideje. Igen, annyit kapni. Hát figura felhozatal, ezek már voltak tavaly is, azt láttuk, most a figurát azért nem értek, ahogy én sem, ellenben. Hát itt is kinek szemre mi tetszik, igen, szerintem. Hát ezt megszokták, akik zsűrizik ezeket, gondolom megszokták. Az ilyen karikatúrák nagyon tetszik, nagyon szeretem. Itt ez Marilyn Monroe, ami érdekes volt, igen, amit még eddig nem láttunk. Igen. Churchill. Az öreg Churchill. Igen. Egy kis kalittenger kalózai. Azt hiszem a Revel kiadja majd a fekete gyöngyöt. Igen. Nem is tudom melyik éve találjunk, de azt két éve találjunk. Kettővel lesz? Kisebben is, meg egy nagyobban is. Igen, azt viszont lehet, hogy jól megveszem, mert a kalittenger kalózait én külön szeretem. Nekem az nagyon tetszik. Egy jó láma. Iraki. De azt hiszem ez is ifjúsági. Nagyon jó. Velkami Irakon. Egy szépen kilőtt, igen. Viszont azt szépen megcsinálták, hogy kilőtt, igen. Azt a részt. Keskem egy vidáman legelészik a háború közepette. Pigment egy kicsit túl világos rajta, de attól függetlenül még jó. Ezeket egy csoportásunk csináltam. Igen. Csoportásunk. Teljesen saját építés, például a daru rész. Na jó, de egy ilyen jól is mutat, egy ilyen jól lerohasztott. Igen, mert ezek már nem mai vasak. Nem hajak, igen. Azért is, hogy ott viszont tudni kell, hogy a ponyv az papírzsebkendőből lett megcsinálva. Azért az életű hatás is. Elég sok lépésben ő festette, színezte. Rengeteg munkája van benne a srácnak, én nézegettem, ahogy épül folyamatosan. Aha. Gyönyörű belső tér kidolgozva, tehát tényleg át az ég minden. Nagyon jó. Nem tudom, hogy tavaly nem szeretném. Mert voltam hasonló tavaly is, de az nem lesz volt szerintem az a Kovács ügyek, a nagy diorámája. Igen, akkor lehet azt valaki velem. Igen. Itt egy ilyen traktorszerű, igen. És egy ilyen udvar végében álló kis szépség. Érdekes, amikor rossz színek rajta. Ja. Nem is rossz, de lenne, de mégis az, bent magában egy ilyen barnát megnézze, nem azt mondod rá, hogy rossz. Igen. Csak így a maketten így éppen mutat. Jó, de hát eleve három színből keveredt ki, mondjuk a rozsdát, és azzal tök jól el lehet játszani. Tök sok ugye. Igen. Itt a Leri hajónál én is tökre berozsdásítottam, mert jó, majd milyen jó lesz, aztán mondják, hogy milyen fal volt az egész. Na, köszi! De legalább egy munkád volt benne. Igen, de jó, hogy festettek belőle. Sikerül, mint hamar le tudják rombolni, hogy fal volt belőle, nem rozsdásodott. Köszi. Itt egy szép kávé egyes, nekem ez nagyon tetszik a kantor között. Nekem valami ügy, ez is ugye egyből jól néz ki. Uh-huh. Jó az alap is hozzá. Hát maga a típus is, nekem tetszik a is. Az orosz tankok? Orosz tankok. Hát, igen, hát én amerikai tankon játszom a játékban. Ja igen, mert orosz tankok. Igen. De csak amerikai tankod is van? Csak amerikai. Senki se lehet tökéletesen, azt mondanak, hogy bent áll lesz. Hát jó, igen. Meg Janu is. Igen. Lighting is, hogy kicsit harcviselt. Jó, az ötlet is. Szerintem ez még optimális egy harcjárműnél is, hogy ennyire van lerohasztva. Igen, szép rajta az immunit is, tehát igen. Jól megy. Mert így ez még így életszerűnek hat. Igen, tehát ez a használjuk is, de nem igen. Most gördűt adjál, hogy... És a többi meg annyi van, hogy ez már például nem igaz, hogy az egész be van rozsdásítva. Igen. Csak hát ugye nyilván ezek a tankok még ebbe az időbe majdnem, hogy újak voltak. De kikerült egy által, és már mentek a háború. Ez a lánctal például nem hiszem, hogy ennyire berozsdásodott. Nem. Ez a bótszem. Egy-két év alatt ugye amit használták. De még annyira, hamarabb kijött, hogy az még négy év volt az élet, az alatt nem rozsdásodott. Még ezt tudnám,
nézőknek ajánlani, érdemes megnézni. Hát ide is ez egy türelemjáték. Igen. És ez van külön fotodokumentáció. Így van. Ahogy itt sétálnak a... Hát az a térben látszik. Régi autópálya. Igen. És a Sherman. Igen. Hát ez egy türelemjáték. Nagyon jó ötletes, tehát egyedi. Ez is jó, hogy itt belül ki van világítva, és ha már kidolgozta, akkor tök szépen látszódjon minden. Igen, ezt leddel lehet oldani. Hát igen, ezek is már szerintem a túl kategóriában van. Elfánt is szép, az is nagyon repetesen mondom csinálva. Belegondolsz, 5 évet kéne új állva hagyni, hogy így nézzen. Igen. Hát ez már megint az űr kategória, tehát ez teljesen szép volt, pont amiről előbb volt, hogy teljesen szép volt. Jól mutat így is persze, tehát csak itt el lehet veszni a részletekben szerintem egy kicsit. Nem tudsz hova koncentrálni, melyik részét néz meg. Úgy, hogy... én a szint is egy ilyen kicsit. Sötéket talán? Igen? Hát nem tudom, ez is, hogy itt nem biztos, hogy ez is mikrostás. De hát igen, tudja, azt tudja, van egy ideje. Egy külön fejnál figyelt arra a kis motorra, 72-ben. Az R12, vagy valami ilyen. Most is sokkal kézzel egy picit. Aha, fenne. Hát egy picit. Azt tetszik nekem az a gép, mert tök jó, hogy elő közét kapom a vezetőt. Ja, így zsolda. Ja, maga elvonva, hanem itt közében. Itt még már az a harcján. Tigris egy, Tigris kettő. Sörmenek. A Tigris, amik ez egész mutatós. Igen. Meg az alap is. Egy tunéziai harcintér. Sorsdás. Na hát az is van. Most előbb beszéltünk. Jó, hát. Körbeértünk. Kedves nézők, körbeértünk, akkor megnéztük a maketteket a 27. szolnoki makett kiállításon és versenyen, barátommal Csabival. Remélem, ti is jól éreztétek magatokat itt a makett nézegetés közben, és jövőre ellátogatok ti is Szolnokra, mert megéri eljönni erre a versenyre. Így van. Egy érdekes, jó kiránduló idő volt tegnap. Mindenféleképpen, és nagyon jól lehet italozni, bulizni itt velünk, igen. Hát mára ennyi. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!